Köszöntöm kedves nézőinket! Hetente jelentkezünk hírösszefoglalónkkal, melyben beszámolunk a héten történő legfontosabb eseményekről. A részletes riportokat, beszámolókat megtekinthetik a város honlapján, Facebook oldalán és YouTube csatornánkon. Hírösszefoglalónkhoz jó szórakozást kívánok! Megerősítették a 30 éves német-magyar testvérvárosi kapcsolatot. A május 19-i rendkívüli képviselőtestületi ülésen megerősítették az Oberhausen, Rheinhausen és Pomász közötti 1991-ben kötött testvérvárosi megállapodást. Az ülésen Leidinger István és Manuel Scholl bemutatta városunkat a vendégeknek. Vargán és Ellei Mária, a pomázi német nemzetiségi önkormányzat, a helyi német nemzetiség mindennapjairól beszélt, Balog Ilona, a pomázi német nemzetiségi általános iskola igazgatója, aki együttműködést ajánlott egy Oberhausen-Rheinhauseni iskolának. Claudia Deutsch, a pomáz segítő egyesület vezetője, a szervezetük által felajánlott támogatásokat adott át, városunk oktatási, kulturális intézményei vezetőinek. Kameráinkkal mi is jelen voltunk az ünnepélyes eseményen, melynek felvételeit megtalálják YouTube csatornánkon. Harmincadik Dunakanyar Nemzetiségi Fesztivál. Május 20-án 14 órától kezdődött el a Németház udvarán a 30. Dunakanyar Nemzetiségi Fesztivál, melyre Pomász testvérvárosából, Oberhausenből is érkeztek vendégek. Kézműves foglalkozások, gasztrósarok színesítette a színvonalas műsort, melyről részletes beszámoló található YouTube csatornánkon. Egy társadalmi szervezetet megalakítani azt hiszem, hogy nem nagy kunszt. Viszont, hogy ez a társadalmi szervezet ez 30 évig működjön, 30 évig meg tudjuk tölteni, vagy meg tudják tölteni tartalommal, azt hiszem, hogy erre tudjuk azt mondani, hogy ez nem semmi. Kívánok még az Egyesületnek további legalább 30 éves eredményes működést. Tegnapi nap folyamán tartottunk egy képviselőtestületi ülést, ahol elfogadtuk, illetve meghosszabbítottuk a partnervárosi kapcsolatot Oberhausen-Rheinhausen településsel. Polgármester úrral aláírtuk az erről szóló dokumentumot, és úgy gondolom, hogy ez a partner kapcsolat eddig is jó kezekben volt Oberhausen-Rheinhausen részéről, Pomász részéről is rendben van ez a kapcsolat, és hagyjáruljak el egy titkot, hogy Scholl polgármester úr igazából pomázi felmenőkkel rendelkezik, mint ahogy kiderült, Kollár Pál leszármazottja, akit 1946-ban telepítettek ki Pomázból, tehát pomáziként üdvözöljük nagy szeretettel körünkben. Thank you.
drückt wieder beide Augen zu. Und du magst es gern, was ich jetzt mit dir tue. Und dort am Fenster steht der Strauß, ein Rosenduft im ganzen Haus. Mein Schatz, so halt dich's lebensfröhlich aus. Rot, 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 wo sind die Rosen? Rosen geschenkt aus meinem Herzen. Ich bring sie gerne heim zu dir und sag ich danke dir, dafür bist ja so lieb zu mir. Rot, 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 wo sind die Rosen? Rosen so schön wie unsere Liebe. Und wenn du dann mal Tränen lachst und mich dann so glücklich machst, ja, dann lacht auch mein Herz. XVIII. Lovas Majális volt a Magyar Várban. Két napon keresztül Pomázra figyelt a lovasvilág. A rendezvényen mindkét napon a lovasversenyeké a főszerep, a második napon vasárnap a gyermekprogramok is helyet kaptak. Szombaton 10 órától vonultak fel a lovasok a városháza elől indulva, utána ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a kétnapos programkavalkád, melyen a testvérvárosi küldöttség is részt vett. A versenyek bemutatók mellett ismeretterjesztő programok megtekintésére és egymás megismerésére is volt idő. Az esti táncház, azaz a lóbál, ahogy a lovasok mondják, nagy sikert aratott, a kitartóak hajnalig ropták a táncot. Beszámolónkat megtalálják YouTube csatornánkon. Tesla napok 2023. A megnyitó május 26-án 18 órakor lesz a Telekivattai kastélyban. A Tesla napokat Leidinger István polgármester és Alex Ljubomir szerb nemzetiségi szószóló nyitja meg. Szerb hagyományőrző táncokat mutat be az Opanke. Előadást tart Marko Luposina, az amerikai Tesla alapítvány elnöke. Május 27-én szombaton 9-től délig egy interaktív kiállítást tekinthetnek meg Tesláról, majd 14 órakor egy Tesla életéről készült film levetítése után beszélgethetünk az alkotókkal a PMHK-ban. Május 28-án vasárnap a Telekivattai kastélyban Tesla hagyatéka, a Pomázi Lelet címmel irodalmi esten vehetünk részt 17 órától. Pomázi Gyereknap 2023. Május utolsó vasárnapja idén is a gyermekeké a PMHK-ban és környékén. Izgalmas programok várják a családokat a Városi Gyermeknapi rendezvényen 2023. május 28-án vasárnap 10 órától a PMHK előtti teraszon. Gasztrósarok, Varga Vidám Park, a Matasz és Vásárosok várják a látogatókat egész nap. Hurrá, lesz kiskutyám, családi mesejáték. Május 27-én szombaton 10 óra 30 perctől a PMHK színháztermében lesz a Ripacsok Társulat családi mesejátéka. A belépés díjtalan, adományok a Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület részére. Pomáz város önkormányzata városi díjak jelölésére várja a javaslatokat. A díjak adományozására vonatkozó javaslataikat szöveges indoklással Pomáz város honlapján található kérdői kitöltésével tehetik meg május 31-éig. Álláspályázatok a Pomázi Polgármesteri Hivatalnál. Városfejlesztési és városüzemeltetési ügyintézőt, hatósági ügyintézőt és pénzügyi számviteli ügyintézőt keres a Pomázi Polgármesteri Hivatal. Az álláspályázatok a város honlapján érhetőek el.
mulcs térítésmentesen. Itt a tavaszi munkák ideje, amelyek során egyre többen takarják be a fák alját a növények közötti szabad területeket mulcsal, vagyis faaprítékkal. A megoldásnak több előnye is van, meggátolható általa a gazosodás, megőrzi a talaj nedvességét, vagyis kevesebb locsolásra van szükség, kánikula idején megóvja a növények gyökérzetét a hősoktól. A mulcshoz most érintésmentesen lehet hozzájutni. A tűzoltóság az általa megmetszett, légvezeték körül levágott ágakat, gajakat ledarálja. Aki mulcshoz szeretne jutni, az hívja fel Nagy István képviselőt a képernyőn látható telefonszámon. Feliratkozási lehetőség a polgármesteri hírlevélre. Két hetente megjelenő hírlevélben közvetlenül tájékozódhatnak a városban zajló színes és sokrétű kulturális életről, az intézmények, civil szervezetek tevékenységéről, a városban folyó beruházásokról, tervekről, a képviselőtestület munkájáról, döntéseiről. A hírlevéllel hiteles tájékoztatást kaphat mindenki, hogy a közösségi médiában alkalmanként torzuló hírekkel szemben valós információkkal rendelkezzenek. Görög Béla festőművész kiállítása ingyenesen megtekinthető a kastélyban. Színház a kastélyban. Május 27-én szombaton 19 órától a Telekivattai kastélyban a Négy Arc Színház bemutatja Hármasban a legjobb című végjátékát. A szereplők Gregor Bernadett, Xantusz Barbara és Magyar Attila. A jegyár 3000 forint. Köszönjük kedves nézőink figyelmét! E heti adásunkban is igyekeztünk beszámolni a héten történő legfontosabb eseményekről. A részletes riportokat, beszámolókat megtekinthetik a város honlapján, Facebook oldalán és YouTube csatornánkon. Minden kedves Pomázinak kellemes hetet kívánunk a stáb nevében. Viszontlátásra!